Babits költő, író, irodalomtörténész, műfordító, a 20. század elején magyar irodalom jelentős alakja volt, a nyugat első nemzedékének tagja. Irodalmi vezér volt egy felforgató korban, aki döntött díjak, írók és szövegek felől egy jelentős labban. És minden kötődésével megmaradt Szekszárdinak, hiszen számos művének inspirációját adta a város, ahol született. És úgy hordom régi sok hiú szavam, mint a tévejgő ár az elszakadt sövényt jelzőkarokat gátakat. A Farkas Pál szobrászművész által alkotott szobornál Babits Jónás imája című versének részletével emlékeztek a költő nevét viselő intézmények képviselői. Odor János Gáborral, a Vasinszkimon megyei múzeum igazgatójával az évforduló kapcsán arról beszélgettünk, fenntartható-e a Babits kultusz, és ezért megteszik-e az érintettek a tőlük telhetőt. A legfontosabb az, hogy minden évben azért legyenek olyan alkalmak, amikor az emberek nem csak szobor, utcanév vagy intézménynév formájában találkoznak Babits Mihályon, hanem az ő szellemiségével, hiszen mérhetetlenül gazdag Szekszárd, illetve akár Tolna megyét is mondhatom, irodalmi nagyságokban és közülük is a Babits egy kiemelkedő alak, a 20. századi magyar irodalom egyik legnagyobb alakjáról beszélünk, és amennyit mi adunk az ő emlékét ápolva, ugyanannyit nyerhet is a város ennek révén. Kultuszt mindig kell építeni mindenkinek a saját lehetősége szerint, mert hogy mindig vannak újabb és újabb szereplők, érdeklődők, akiknek nem feltétlen, bár ugye iskolai tananyag Babits Mihály, de hát itt leginkább a lokális kötődését kell helyben, helyi szinten megmutatni, mert hogy Babits ezer szállal kötődött, mint szülővárosa, és mint őseinek a földje ehhez a tájhoz, ehhez a városhoz. Úgyhogy ilyen értelemben azt gondolom, hogy mindig és folyamatosan tartozunk neki. A költő szülőházának látogatottságára nem lehet panasz, számos iskolai és civil csoport teszi itt tiszteletét. Mégis lehetne nagyobb kulturális és turisztikai attrakcióként kezelni. Ez belülről kell, hogy megérjen. Nem azért kell, hogy fontos legyen, mert hogy azt mondják mások, hogy fontos, hanem hogyha átérezzük, hogy igenis van egy olyan minőséget, kulturális minőséget teremtő alakja Szekszárdnak, mint amilyen Babits Mihály volt, akkor ebből azért tudunk mi is erőt meríteni.